Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Kedves hallgatóink, a következő percekben az adventről fogunk beszélgetni, meg egy jó kis programot is ajánlunk majd hallgatóinknak. Köszöntöm a stúdióban most a Kecskeméti Szent Család plébánia vezető lelkipásztorát, Ivanics Zoltánt üdvözlöm. Köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Itt az elmúlt időszakban, elmúlt hetekben tényleg, hogy a naptárt lapoztuk és készültünk arra, hogy mindjárt itt az adventi időszak. Hát felvetődtek kérdések, hogy most akkor mikor is kell az első gyertyát meggyújtani. Láttam olyan kommenteket, hogy van, aki már most az elmúlt hétvégén, hát ő akkor fogja meggyújtani az első, de idén az első adventi vasárnap az december 3-a, igaz? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, mert én is találkoztam az utóbbi napokban ezzel a kérdéssel, hogy akkor most kimarad a negyedik vasárnap, vagy most akkor hogy lesz ez a karácsony vagy advent. Hát most lerövidült egy kicsit az idő, 3 hétre szűkült össze egy adventi várakozás időszaka, de hát ezzel azért nem sérül a mi adventünk, mert ugyanúgy a 4 adventi gyertyát meg lehet gyújtani, és most vasárnap kell majd az első gyertyát meggyújtanunk az adventi koszorún, és utána igazából ami érdekes lesz, az a 24-e, mert hogy a szenteste már küszöbön van ott előttünk, de azért délelőtt még nálunk a liturgiában még az advent a várakozás időszaka lesz, ez megmutatkozni fog a liturgikus színben, és a lila az meg fog még maradni. Majd este, amikor már besötétedik, és igazából mi is majd elindulunk az éjféli miséket megtartani, akkor viszont már karácsony lesz a 4 gyertyával égve a koszorún. Egyébként nagyon egyszerűen meghatározható, hogy advent első vasárnapja melyik vasárnapra esik. Ugye, ha utána olvasunk, akkor itt a november 30-át kell figyelni, ugye András naphoz köthetően? Mindig azt kell figyelembe vennünk, hogy már elég korán az egyház életében ez megjelent, hogy a december 25-e előtti 4 vasárnap az az adventi vasárnap. Tehát ahogy ezt így visszaszámoljuk, akkor így fog kijönni nekünk a 4 vasárnap, és ahhoz képest 18 vagy 24 hétköznapi nap, ahogy éppen kijön a naptári évben. Egyébként nem újdonság ez, mert visszakerestem, hogy legutóbb mikor volt, 2017-ben volt ugyanígy, hogy december 24-e vasárnapra esett, és az egyúttal a 4. adventi vasárnapunk is volt. Nem sokára a koszorúkról is szó tejtünk, meg a szimbólumokról, de az advent. Már itt az első blogban is említette, hogy a várakozás ideje. Minden keresztény, de igazából minden emberi közösség, közös tapasztalata azt, hogy ha nagy események előtt vagyunk, akkor valamiféle készületi időszak, vagy készületi feladatok állnak előttünk. Van az ókorban, amikor az uralkodó érkezésére vártak az emberek, akkor már nagy készülettel voltak a nagy esemény előtt, kitisztították az udvarokat, rendbe raktak mindent, hogy az uralkodót szép környezet fogadja. És az advent is ilyen esemény számunkra. Amikor a királyok királyát várjuk, az ő érkezését, az ő születését, akkor nem csak a környezetünket, a házainkat tesszük tisztába, hanem a szívünket is megpróbáljuk, az emberi kapcsolatunkat is egy kicsit rendbe szedni. És hát a várakozás ilyen szempontból egy készületté is válik számunkra. Mert várjuk a messiásnak a megszületését, és ezzel mi próbálunk készülni is. És valóban igazából a belső készület a legfontosabb, mert azt azért látjuk, hogy a mai világban azért sokszor a külsőségre szoktunk többet adni, és néha már nem jut idő a belsőre, sajnos, mert elveszi az időt tőlünk az, hogy díszítsük föl ezt, főzzük meg azt, jönnek a rokonok, takarítsunk ki, és elveszik sokszor az ember gondolkodásából vagy idejéből az a lehetőség, hogy akkor most magába tekinthessen. Az adventnek vannak szimbólumai jelképei, illetve hát itt legfőképpen ugye a koszorút említettük már, beszéljünk erről is, meg hát ugye mindig ugyancsak sarkalatos kérdés a gyertyák színei, kicsit erről, hogyha hallhatnánk. Igen, talán a legelőkelőbb, vagy legjobban megmutatkozó szimbólum adventben az adventi koszorú, amelynek 4 gyertyája, adventi időszak 4 vasárnapját próbálja számunkra még jobban kiemelni. A színei pedig arra utalnak, hogy bár a bűnbánat időszakában vagyunk, bűnbánat színe a lila, de van okunk az örvendezésre, és ezért van egy rózsaszín gyertya is a 4 közül. Mert azért
van okunk az örömre, mert az Úr már közel van. Az adventi koszorúnak a hagyománya az a 1840-es évekre nyúlik vissza. Egy evangélikus lelkész a saját ima termében felfüggesztette egy szekér kereket, és ezekre minden nap egy gyertyát tett, minden nap egyel több gyertyát tett, és meg is gyújtott, a falakat pedig fenyőágakkal kezdte díszíteni, és mire odaértek már karácsony ünnepéhez, díszbe borult az egész imaház, és ebből a hagyományból alakult ki számunkra is az adventi koszorúnak a jelképe, mondani valója. A katolikus egyházban, adventben szokás Rorate szentmise, ami a latin énekből fakad a neve, Rorate Coeli de Super, az harmatozzatok magasságos egek. Igazából Rorate szentmise nálunk nagyon nagy lelki élménnyel tölt fel bennünket, és nem csak azért, mert korán kell kelnünk, mert általában ezek a szentmisék 6 órakor kezdődnek még hajnalban, a sötétben, a sötétségben, és a napfelkeltél a fényességre fejeződik be a szentmise. Ez is kicsit utalva arra, hogy a sötétségből várjuk a világosságot, hogy megszülessen Krisztus, ami megváltunk. És ha már mise, a szentmise, az éjféli szentmise is, ugye? Hát ha azt nézzük, az is valamilyen fontos elem, illetve a karácsonyhoz köthető, és el nem maradhat. Így van, a éjféli szentmise, nekünk papoknak azért már nem feltétlenül az a legszebb része a karácsonynak, mert az egy késő este van, viszont azért, ha abba gondolunk bele, hogy mindenki a születésnapjára mindig időt szokott szánni, nagy ünnepséget szokott rendezni, tortával várják, sok-sok ajándékkal, ennél szebb ajándék nincs az Úr Jézusnak, mint az ő születésnapját megünnepeljük legelőször. Tehát 24-én éjszaka, már arra készülünk, hogy 25-én az elsők között leessünk azok között, akik köszöntik a messiásnak a megszületését. És akkor már csak visszatérve még egy picit a gyertyákra, a sorrend, tehát a színekben hogy van, hogy mikor kell akkor azt a különálló gyertyát, úgymond a másik színűt meggyűjteni? A rózsaszínű gyertya az a harmadik vasárnap. Az a harmadik, igaz? Igen. Így van, nem utoljára. A Szent Család plébánia hogyan készül az adventi időszakra? Nálunk a plébánián az adventet adventi koszorúkötéssel szoktuk kezdeni. Plébániánkhoz tartozó családok, hittanosok, mivel őket hívjuk meg, hogy közösen úgy készüljünk az adventre, hogy megpróbálunk az adventi koszorúban is valami sajátosat beletenni, mi készítjük el saját magunknak az adventi koszorúkat. A másik adventi programunk az a Rorate szentmiség szoktak lenni. Számunkra különleges alkalom, ugyanis a plébániánkhoz tartozó csoportok vannak jelen a szentmiséken, és a szentmiséket mindig az ő bemutatkozásukkal szoktuk kezdeni. Ugyanis rengetegen vagyunk a plébániára, hál' Istennek, viszont nem mindenki ismer mindenkit, vagy minden csoportot. Ezért jó ilyenkor adventben kicsit visszatekinteni önmagunkra, megismerni a másikat, így jó, ha bemutatkoznak a közösségek a többi közösségi tagnak is, így megismerjük egymást. Valamint a szentmise után agapét is szoktak tartani a közösségek, a éppen felelős közösség meghívja a jelenlévő tagokat, és velük egy közös beszélgetésben egy kis zsíros kenyér forró tea mellett készülünk még az adventre. Idén adventben a plébániánk egy újfajta hagyományt szeretne elindítani, adventi udvar címmel. December 2-ára megnyitjuk a plébánia udvarát, és az egész plébániát is. Szeretnénk egy kicsit az adventi vásárok hangulatát visszaidézni, vagy megmutatni az emberek számára. Forralt bor, forró tea, zsíros kenyér, kürtös kalács, sült gesztenye formájában is kicsit meghívni az embereket, találkozni velük ott a Széchenyi városban, és arra hívni őket, hogy az adventben ők is kicsit próbáljanak egymás felé is nyitni. Próbálják az emberek egymást megismerni, közösségbe kerülni. Más programmal is készülnek esetleg még az adventi időszakban? Több koncertre is hívjuk a város lakóit, ezekről is majd fogunk mindenkit értesíteni.
Minden program gondolom közösségi oldalaikon, pontosabban a közösségi oldalon, Facebookon fent vannak, láttam én is ott, találtam ezeket a programokat. Nagyon szépen köszönjük az információkat és a programajánlatot is Ivanics Zoltánnak, a Kecskeméti Szent Család plébánia vezető lelkipásztorának, aki vendégünk volt ebben az órában. Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom.